A következő három esztendőben összesen 40 milliárd forintos támogatást kap Tatabánya a Modern Városok program keretében. A fejlesztésekre fordítandó forrásról a kormány és a város megállapodást kötött. Mi egy olyan programot szeretnénk, amely egy nagyon jelentős támogatást nyújt a tatabányai vállalkozásoknak, ipari cégeknek, kicsiknek, nagyoknak, ahhoz, hogy sikeresek tudjanak lenni. Hiszen a város alapját mindig is a munkás emberek adták meg, hogyha ők sikeresek tudtak lenni és tudtak munkát vállalni, akkor a város is sikeres tudott lenni. És ezért szerepelnek kiemelten a gazdaságfejlesztő lépések, mint az ipari park infrastruktúrájának a fejlesztése, a képzési infrastruktúrának a fejlesztése, a szakképzés, a reál gimnázium létrehozása, és emellett szerepel egy műszaki felsőoktatási képzés elindítása is a városban. Ez egy olyan erős csomag, amely kifejezetten egyértelműen a gazdaság érdekeit szolgálja. De az összes többi fejlesztésünknek az volt a célja, hogy tovább segítsük indirekt módon is a gazdaság fejlesztését. Ezt a célt szolgálja a helyi piacnak a létrehozása, illetve az új vásárcsarnok építése, hiszen ott a kereskedőknek, a környékbeli őstermelőknek biztosítunk majd lehetőséget, és bízunk benne, hogy egyre többen fogják ezt a közvetlen egészséges ételeket áruló piacot igénybe venni. A vasútállomás, ami az első pontja lett ennek a megállapodásnak, pedig egy régi igénye a tatabányaiaknak, hogy egy méltó kapuja legyen egy 21. századi sikeres modern városnak, egy ehhez méltó vasútállomása is legyen. Erre már megszületett a kormánydöntés, 11,5 milliárd forint forrás került biztosításra együtt a Bicskei Intermodális Központnak a létrehozásával. Hát ezek voltak az egyik legfontosabb beruházások, és természetesen emellett pedig kellett az, hogy megerősítsük a városi identitást, megőrizzük azokat a hagyományokat, amik 120 éve itt vannak a városban és az iparban, és ehhez a régi értékeinknek a megmentéséhez is kértük a kormány támogatását. Ilyen a Tiszti Kaszinó megújítása, illetve a Bányakórház egyházi gimnáziummá történő alakítása. Mindkét épületet élettel szeretnénk megtölteni, hogy ismét mind a kettő igazán a tatabányaiaké legyen. Az első beruházások között megújul a 20-as években épült 3000 négyzetméteres tulipános ház, de megoldódhat az ipari parkba közlekedő több tízezer munkavállaló gondja is, hiszen a műszakváltások időszakában a forgalom miatt egyre nehezebb az eljutás. Magának az ipari park belső közlekedési rendszerének a mondjuk úgy, hogy felújítása és feljavítása, a kenyérgyári csomópont kereszteződés átépítése, az üveggyári út meghosszabbítása és egy teljesen új ki- és bejárat kialakítása a Tata és környe közötti úton. Én azt mondom, hogy ez a legfontosabb, mert ez mindennapos problémát jelent az ott dolgozó tízezer ember számára. Tehát ez a legeslegfontosabb, hogy ez minél hamarabb megvalósulhasson. És azon túlmenően fontos a későbbi munkavállalói utánpótlás, a boldogulás lehetőség, az pedig az oktatással van összekötve. Kell egy jó reál gimnázium, kell egy jó könyvtár, kell egy jó egyházi gimnázium, ami ráépül az óvodára és az egyházi általános iskolára. És hogyha mindezek megvannak, akkor kell a szórakozási lehetőség is. A Tiszti Kaszinó erre fogja megteremteni az alkalmat, hogy koncertek, színvonalas hangversenyek, színházi előadások, kamara előadások, hiszen a szemközti színházban helyszűke van, lakodalmak, bálok kerülhessenek megrendezésre, és a gyerekeknek egy interaktív játszótér, játszóház is rendelkezésre álljon. Tehát így áll össze az oktatás, a munkavállalás, a kikapcsolódás, kultúra, tulajdonképpen a Modern Városok program ezt támogatja, ezt finanszírozza, és ettől válik olyan moderné Tatabánya, hogy a környékbeli településeken élők számára is szolgáltatásokat tudjon nyújtani. Nem véletlen, hogy államtitkár úrral délelőtt folyamán két nagy úrról beszélgettünk, a kényszer és a szükség uraságokról, és a két emblematikus épület az már a kényszer uraság hatáskörébe tartoznak, hogyha nem nyúlunk hozzá rövid időn belül, akkor ezek az épületek menthetetlenné válnak. Ezért fontos az, hogy be tudtak kerülni mind a kórház épülete, hiszen a megye mondjuk úgy, hogy 20 évnél idősebb lakosságának a kétharmada az itt született.
ebben az épületben. Itt látta meg a napvilágot is, érzelmileg kötődik hozzá. Tehát fontos az, hogy ez az épület közösségi célokat szolgálva megújulhasson, és hát a mögöttünk álló épület az pedig érzelmileg és esztétikailag is megérintette a tatabányaiakat, hiszen az egyetlen külső szemrevételező által is műemléknek tartott épülete Tatabánya városán. A fejlesztések már ez év második felében megkezdődhetnek a tulipános ház felújításával. Erről a Volt Bányatiszti kaszinóban a 22 éve bezárt értékmentésre váró épületben számolt be a médiának Tuzson Bence államtitkár. Látjuk a gazdasági adatokból, hogy az ország erősödik, akkor ebből az erősödésből minden megyei jogú város, így Tatabánya is vegye ki a részét. Ennek megfelelően indította el a magyar kormány ezt a programot, és ennek a programnak a keretében valósulhat meg ez a fejlesztés is, hiszen hogy itt állunk emellett a gyönyörű épület mellett, ami tényleg az 1920-as évekből talán a vidéki magyar szecesszió egyik legszebb alkotása, akkor ez az épület is megújulhasson, hiszen nekünk az az alapvető célunk, hogy Magyarországon az ipart fejlesszük, és ez itt Tatabányán is megvalósulhat, hiszen ennek a programnak a keretében az ipari park is meg tud erősödni, infrastruktúrálisan fejlődni fog, és hát minden tatabányainak az örömére valószínűleg az odavaló közlekedés is könnyebbé fog válni. Ennek megfelelően még egyéb fontos épületek is megújulhatnak, mint például a kórháznak az épülete, amelyben reméljük, hogy hamarosan egy egyházi iskola is meg fog tudni indulni. De hát, hogyha egy iparfejlesztésről beszélünk, akkor ez csak akkor jó, hogyha ennek a következménye az is, hogy az itt élő embereknek is jó lesz, és az életminőségük is javulni fog, és egy ilyen gyönyörű épület is megismerhetővé válik, illetve jól fogják tudni érezni magukat benne a tatabánya emberek, és erre talán garancia a városnak a vezetése is, hiszen egy olyan programot tett le az asztalra, amelyik alapján ez az épület, ez igénybe vehető lesz minden tatabányai ember számára, lesz benne egy olyan interaktív játszóház, ahol a múltat, a város múltját is meg lehet ismerni, lesz benne olyan közösségi tér, ahol akár esküvőket vagy nagy rendezvényeket is lehet találni, szóval megrendezni. Szóval azt gondolom, hogy itt ez egy olyan tér lehet, amelyet minden tatabányai élvezni fog tudni. Nem csak Tatabánya, de az egész megye számára fontos, hogy ezek a fejlesztések megvalósuljanak. A megyeszékhely mind kulturális, mind oktatási szempontból, vagy akár a szolgáltatások terén kiemelkedő. Kis megye vagyunk, a Máramesztergom megye, teljesen természetes, hogy a megye számos pontjáról érkeznek a megyeszékhelyre. Úgyhogy azt gondolom, hogy az a jelentős forrás, amit a Modern Városok Program keretében kap a város, az a 40 milliárd, illetve amit a térségi operatív program kapcsán szintén megkap, ez az egész megye érdekét szolgálja. Én azt gondolom, hogy azok a funkciók, amik itt a Cifrapalotában, a Tulipános Házban meg fognak valósulni, nem csak Tatabányavárosban élőket, hanem az egész megye lakosságát fogja szolgálni, és nagyon bízom benne, hogy az ország számos pontjáról érkeznek majd fiatalok, családok, hiszen számos olyan attrakció lesz, ami ide tudja vonzani az érdeklődőket. A beruházás nyomán megújuló épületben igazi közösségi tér jöhet létre. Képtárral, kávézóval, koncertteremmel, rendezvényhelyszínnel, interaktív játszóházzal, visszaadva ezzel a Bányatiszti kaszinóként, pártházként, majd irodaként működő műemléket a helyiek számára. Sorra használják fel az iskolai könyvtárak annak a kezdeményezésnek az eredményét, amelyek gazdasági társaságok támogatják az eszközbeszerzést, illetve állománygyarapítást. A cégek hamar felismerték, hogy hosszú távon az ő munkavállalói képességét fejlesztik, ha anyagiakkal segítik a könyvtárakat. Azon az állásponton vannak. Egyébként nagyon helyesen a gazdálkodó társaságok, hogy végezze mindenki a maga dolgát, az ő dolguk a termelés. Az állam és az önkormányzatok dolga, az intézményfenntartók dolga pedig az, hogy működtessék az iskolákat. Ugyanakkor mindig arra panaszkodnak, és panaszkodtak korábban is, hogy egyre kevesebb az olyan munkavállaló, akit tudnának alkalmazni úgy, hogy a munkafolyamatokkal is rövid idő alatt tisztába kerüljön és megértse. És akkor elkezdtünk beszélgetni arról, hogy hát a kettő azért összefügg egymással, tehát az olvasási készség, a képes gondolkodás megalapozza a későbbi munkára való alkalmasságot is, márpedig az intézmény fenntartóknak legkevesebb forrása éppen az iskolai könyvtárak működtetésére és fejlesztésére tudnak biztosítani. És akkor megértették, hogy miért kellene a pénztárcába nyúlni,
és most már több mint egy tucatnyi iskola áll úgy, hogy az eszközbeszerzések megtörténtek, az állománygyarapítás is elindult. Vannak olyan iskolák, mint a Bárdos Gimnázium, ahol a szülői munkaközösség által támogatott alapítvány az maga is támogatásban tudja részesíteni a könyvtárat, és ennek köszönhetően már a műszaki eszközök beszerzése a korábbi években nagyjából megtörtént, és így most az összes támogatást, szinte az összes támogatást állománygyarapításra tudják nyomtatott és digitális állománygyarapításra tudják fordítani, és a következő 4 éven keresztül évente további 300-300 ezer forintot fognak kapni. Nem mindegy, milyen szintről indul egy-egy iskola, ha támogatást kap. A Bárdos Gimnázium mindig nagy figyelmet fordított a könyvtárra. A Bárdos László Gimnázium szerencsés adottságú intézmény, hiszen a 30 évvel ezelőtti indulásakor eleve könyvtárnak készült könyvtárat építettek mondjuk a 3. emeletre, a tetőtérbe, de végül is eleve erre szánták ezt a helyiséget. Tehát eleve adott volt egy olyan lehetőség, amely diáknak, tanárnak örömére, épülésére szolgálat. A 30 év alatt persze ezt az adottságunkat nyilvánvalóan kamatoztattuk, tehát nem ültünk ülvetett kézzel, hanem minden olyan pályázati lehetőséget megragadtunk, amellyel nem csak a könyvtári könyvállományt, hanem most már az informatikai állományt, sőt, az eszközparkot is gyarapíthattuk. Tulajdonképpen 3 olyan pályázatról számolhatok be, amely ezt eredményezte. Egyrészt fel tudtuk újítani a gépparkunkat, egészen pontosan munkahelyeket tudtunk ide telepíteni. Másrészt egy multimédiás kis előadóval bővült a könyvtár, és most itt, ugye a Henkel partnerségében az informatika és könyvállomány újabb gyarapításának az állomását nyithatjuk meg. Tehát az eleve jó adottságokat, a kiváló adottságokat a lehetőségekkel, a 30 év alatt adott lehetőségekkel azt gondolom, hogy maximálisan magunk javára tudtuk fordítani. Elsősorban nyilván diákjaink, de természetesen a tanáraink szolgálatára örömére is. A gyerekek pedig olvasással hálálják meg a fejlesztéseket. Az elmúlt egy évben megduplázódott a kölcsönzések száma, részben az állomány frissítése eredményeként. 1 millió forintot kaptunk a Henkeltől, ebből nagy részben könyveket vásároltunk, a gyermekeknek ifjúsági irodalmat, illetve a kollégáknak tudtunk most már végre friss szakirodalmat beszerezni, illetve egy számítógépet vettünk, és fülhallgatókat a gyerekeknek, mind a 8 munkaállomáshoz, hogy most már tehát hang is legyen a gépekhez, illetve át szeretnék térni most már a vonalkódos kölcsönzésre, és ehhez blokknyomtatót igényeltünk, és így most már sokkal egyszerűbb lesz a kölcsönzés is. Gyerekek gyorsabban megkapják a könyveiket a rövid szünet alatt, mert 10 perces szünetek vannak, 10-15 perces szünetek vannak, és gyorsabban végeznek. Mi a tapasztalat? A diákok egy jól felszerelt könyvtárba szívesen jönnek-e, illetve hogy mit olvasnak? Olvasnak egyáltalán a diákok a szakirodalmon kívül bármit? Hát jellemzően eddig csak a kötelező olvasmányért jöttek be, de szerencsére mióta vannak az új könyvek, amit a Vértes Center pályázatából kaptunk, illetve a Henkeltől és az iskola alapítványa is támogatott 100 000 forinttal, azóta hát szinte egymásnak adják a könyveket, mert annyira kúrens irodalmat sikerült beszerezni, hogy szeretik és kölcsönzik. Tehát szerintem a kölcsönzés így megduplázódott a tavalyihoz képest. Régóta dédelgetett álma valósult meg Szomódnak és Dunaszent Miklósnak. A szomódi iskola mellett tornacsarnok épült, amely nem csak az intézményi tornaórák, de a délutáni sportfoglalkozások számára is színvonalas hátteret nyújt. Amikor a gyerekek sportolását finanszírozzuk, nem egyszerűen a fizikai aktivitást támogatjuk, hangzott el a létesítmény avatásán. És amikor pénzt szánok arra, hogy a gyerekeim sportoljanak vagy mozogjanak, akkor fizetek, és akkor megfizetek sok mindent. Például megfizetem azt, hogy a gyerekeim megtanulják, mi az a küzdelem, megtanulják, mi a kitartás, megtanulják, hogy mindig van tovább egy lehetőség, és mindig lehet még egy lépéssel előrébb menni. Megtanulják, mi az alázat, megtanulják, mi a sport és az egészség, megtanulják, mi az, hogy csapatban érezni, gondolkodni, játszani és küzdeni,
és megtanulják mindazokat az értékeket, amelyeket egy közösségnek, egy kisebb és nagyobb közösségnek ahhoz, hogy egészségesen működjön, birtokolnia kell, és akkor tudnak ebben a közösségben az egyének és az egyedek is sikeressé és boldoggá válni. Igen, amikor a sportot támogatjuk, akkor nem sportlétesítmények építését támogatjuk csupán, hanem támogatjuk azokat a közösségeket és azokat az értékeket, amelyek a sport erejével erősítik, támogatják testi-lelki egészségében a jelenkor és a jövőkor felnövekvő nemzedékét. Ezért nagy dolog az, amikor egy szülőtől ilyen választ tudunk kapni, és ilyen válaszsorok jönnek, hogy nem maga a sport a cél, hanem a sport által elnyerhető értékek, a sport által megszerezhető, nem feltétlenül a fizikai aktivitást és az izmok működését bemutató mozgás és sportforma, hanem maga az, ami mögötte van, amit az olimpiák eszményei óta szerintem mindenki pontosan tud, és hál' Istennek egy sportban és olimpiában gazdag nemzet vagyunk, és gazdag nemzet is tudunk maradni. Az európai színvonalú tornaterem építő munkásai befejezték, a pedagógusok pedig megkezdhetik a munkájukat, hangzott el. Ez egy 18x30 méteres pályával rendelkező tornaterem. Az alapterülete 736 négyzetméter, a belmagassága több mint 7 négyzetméter. Kosárlabdára, röplabdára és teremfőszere is alkalmas még a mindennapos testnevelés mellett. Egy-egy önálló tanulói öltözőblokkal rendelkezik, és a beruházás több mint 230 millió forintból valósult meg. Remélem, hogy a gyermekek is, a lakosok is, a helyi közösség örömíteni majd ebben a létesítményben. Használjátok rendeltetésszerűen, szeressétek ezt a létesítményt. A sport kultúra és közösséget épít. Két település Apraja nagyja veheti birtokba a tornacsarnokot, melynek felépülése során a legnehezebb feladat az volt, hogy kivárják a helyiek a megvalósulását. Egy álmunk vált valóra, Szomódiak és Dunaszent Miklósiak részére egyaránt. Jól tudjuk, hogy milyen érzés felébredni egy álomból, és rádöbbenni arra, hogy ez csak képzet volt. De most nem ez a helyzet, hiszen valósággá vált a mai napon az, amire hosszú évek óta vártunk. Egy olyan beruházás, amely egyaránt szolgálja a gyermekek igényeit és feladatait a mindennapos testnevelés megvalósításában, arra méltó körülmények között, de ugyanúgy jelenti egy közösség, egy község számára azt a lehetőséget is, hogy délután, kora este testmozgással kapcsolódhassunk ki egy-egy fárasztó nap után. Azt gondolom, hogy a sport kultúra, a sport közösséget épít, és ennek most már az infrastruktúrális lehetőségei a lehető legnagyszerűbb mértékben rendelkezésre állnak itt Szomódon. A gyerekek látványos bemutatóval készültek az avató ünnepségre, igaz, még a művelődési házban edzettek. Az átadásról bővebb összefoglalót láthatnak nézőink a Körzeti Televízió magazin műsorában. Az amerikai kontinens történelmére nem helyeznek komoly hangsúlyt az oktatásban, mondván, hogy a civilizációnkat meghatározó kulturális eredmények főleg Európában és Ázsiában születtek. Látva azonban az ősi kontinens lakók egykori építészeti remek műveit, felismerve egykori matematikai csillagászati tudásukat, legalább elgondolkodhatunk a tanultakon, ezt állítja Tatai Varga Zoltán. A Betiltott Amerika című könyvben mindazon történelmi, illetve ősregészeti ténysorozatokat tárjuk fel, amelyek végül is már egy kicsit szembe mennek a mostani dogmatikus történelmi oktatással, amit erről a földrészről tudunk. A Tatabányai Új Nemzedék Közösségi Térben rendezett könyvbemutatón számos összefüggésről és eredményről szó volt. A kultúrkincseket sajnos elégettük, illetve eltapostuk, hiszen Amerikát felfedezve, úgymond Kolumbusz után 1492-ből a történelem, emberiség történelmek legnagyobb népi írtóhadjárata indult el, 40-60 millió őslakost kiírtva, és valójában minden olyan kulturális emléket megsemmisítettek, mágiára vetettek a Vatikán parancsára, ami szembe ment azzal a tannal, miszerint az amerikai őslakos indián népek azok barbár, semmire kellő nép, tehát állati szinten élnek.
A tudomány ezt hogy tudja kutatni, mik alapján, hogyha ennyire felégettük ezt a múltat? Hát valójában felismerve az építészeti remekműben rejlő matematikát, csillagászati tudást, igencsak vakargatjuk a fejünket, hogy ezek az ősi népek mindenféle előképzettség nélkül, hogy voltak képesek ezekre a bravúrokra, illetve mostani nyelvészeti kutatások pedig megállapítják, hogy a nyelvészetileg és illetve írás rendszereik is voltak az amerikai őslakos indiánoknak, szemben azzal, amit mi tanulunk az iskolákban még mindig. 2008-ban Golany Ágnes kiment Dél-Amerikába, és egy regény trilógiájának az alapanyagához kutatott anyagot, és személyes kapcsolatokat talált mostani kutatókkal, illetve Móricz János egykori ügyvédjeivel, dr. Heráldo Penya Mateusszal felvette a kapcsolatot. Elhívtuk Heráldo Penyát 2012-ben egy konferenciára, egy 600 oldalas dokumentum gyűjteményének a fordítás, illetve a kiadási jogát átadta az Egyesületnek. Ezt kiadtuk, és amikor ezt a kiadást, illetve a konferenciát megtudta Rafael Correa, Ecuador államelnöke, akkor elrendelte a Tájos barlangrendszer újravizsgálatát. Pont a magyar kezdeményezés is besegített ebbe. Na most jó hír, hogy amikor lent voltunk a barlangban, akkor velünk még egy dokumentumfilmes csapat is jött, és az utómunkálatait befejezték a Tájos legendája című filmnek, ahol egy magyar származású úriember, Zsámboki Tibor játsza Móricz János szerepét. Tehát egy óra, közel két órás dokumentumfilm lesz a Tájos történet teljes feldolgozásával, és most egy tavaszi filmszemlén fogják ezt bemutatni nemzetközi pódiumokon. Én a Móricz János Kulturális Egyesület jelenlegi elnöke vagyok, és Dél-Amerikában, Ecuadorban kutatjuk Móricz János életművét, illetve bizonyítjuk elméletének helytállóságát, és ezzel kapcsolatban az ecuadori kutatótársa Manuel Palacios kéziratát gondozva adtam ki a könyvét. Végül is Móricz János 1965-ben a Tájos barlangokbeli felfedezéséről lett úgymondom világhírű, amit Magyarországon még igencsak nem akarnak elfogadni, és mivel nem akarják elfogadni, így célul tűztem ki néhány társammal, hogy már pedig utána járunk ennek a dolognak, és a valóság alapját kikutatjuk. Olyan szépen haladunk, hogy az ecuadori államelnök 2 éve meghívott egy expedíciósorozat első részére, és most tavasszal már egy expedíciós kutatóbázist fogunk felavatni Banos városában. A könyv már elérhető itthon, a filmet nyáron láthatja a hazai közönség. Az expedíció kutatóbázis pedig kimondottan a tudomány számára jön létre. Csendélet, akt, utcakép összesen 21 alkotótól. Háttérmunka, technikák próbájának, tanulmányoknak a válogatása. Ez látható a Jászai Mari Színház folyosó galériáján. A Bányász képzővész körből 22-en tagjai vagyunk a Honvéd Kulturális Egyesületnek. Mi képezzük a úgynevezett tatai régióját az Egyesületnek. Rendszeresen állítunk közös tárlatokon a honvédséggel, rendszeresen részt veszünk a honvédségi alkotótáborokban, és jellemzően ottan tájképeket készítünk. Októberben ezen a folyosó galérián mutattuk be azokat az alkotásokat, melyeket a nyári táborban készítettünk. Most a Magyar Kultúra napjára emlékeztve, igazában nem szerettük volna megismételni a tájképeket, szerettük volna azokat az oldalainkat is bemutatni, melyek a feladatok előkészítését jelentik, a tanulmányokat, a tanulmányoknak az egyik legfontosabb eszközét, a grafikai kísérleteinket. Itt 11 féle különböző grafikai eljárás jelenik meg a falakon a 34 kép közül. Ez a 11, ez teljesen különböző, és igazából választási lehetőséget biztosít a tagoknak arra, hogy a számukra legtesthez állóbb technikát válasszák ki, amiben a legkönnyebben, leghatékonyabban tudják önmagukat kifejezni. Kevés a fiatal új tag, leginkább művészeti iskolákba felvételiző diákokat készítenek fel, így hosszabb, rövidebb időszakra részt vesznek az Egyesület életében.
10 hónapon keresztül heti 2 alkalommal mi stúdiumokat tartunk, és ezeken a stúdiumokon a portréktól a legkülönbözőbb technikákon keresztül mindenféle előfordul. A tűzzománc sejem, amely itten ezen a kiállításon nem jelenik még meg, ugyanúgy a technikai gyakorlataink közé tartozik. Itt a szakmát tanuljuk. Van utánpótlás, jönnek fiatalok és kedvet kapnak? Sajnos nagyon kevés. Lehet, hogy ennek én vagyok az oka. Én nem tanítok iskolákban, nem találkozom a fiatalokkal rendszeresen, mint azt elődöm például Krajcsiovics tanár úr tette, és a többiek is, akik az általános és középiskolákban szintén tanítottak. Ők ki tudták választani az iskolákban a tehetségeseket, és be tudták hívni. Ettől függetlenül azért jó néhány fiatal van, akiknek a tudomására jutott az, hogy mi a felvételi vizsgákra előkészítünk. És ezt nagyon komolyan veszem, és nagyon örülök, mert körülbelül 8-10 tagunk valóban felvételt is nyert különböző helyekre, építészekhez, képzővészekhez. A Jászai Mari Színház folyosó galériáján március 21-ig látható a kiállítás. Ecsettel visszük fel a tónust. 450 millió forintot nyert Tata városa az építők parkjának megújítására. A területen szabadidős és sporttevékenységeknek helyet adó infrastruktúra épül meg. Kisgyermekek számára egy 600 négyzetméter alapterületű játszótér, egy 900 négyzetméteres kalandpark, és mintegy 2500 négyzetméteren a sportoláshoz alkalmas területeket alakítanak ki, illetve újítanak fel. Az építők parkjában a büfésortól hátra egészen a ifjúsági táborig, azt a területet a tóig és az erdő széléig szeretnénk rehabilitálni. Az ott lévő, meglévő eszközöket felújítani, így például elsősorban a vizes blokk teljes megújítása, legyen ott egy tisztességes, normális olyan vizes blokk, ami ezt a nagy mennyiségű látogatót, sok turistát, tatabányai kerékpárosokat vendégül tudja látni. Mellette egy kerékpártároló épül. Szeretnénk egy másik projektből egy kerékpár kölcsönzőt is egyébként ide telepíteni, aminek lesz egy másik állomása is a városban. Ennek a pályázatnak az eredményét még várjuk. Játszótér megújításra kerül, a most meglévő gyerekjátszótér játszóteret ott elbontjuk, és egy odailleszkedő, kétszer ekkora játszóteret építünk, az ottani elbontásból pedig a város másik pontjait fejlesztjük. A fitness parkot, amit a felnőtteknek hoztunk létre, azt egy kicsit arra fogjuk az árnyékosabb részbe. Sok ilyen észrevétel jött, hogy hát nagyon oda tűz a nap egész nyáron, vigyük arrébb egy kicsit. Ezek között járda felület, a játszótér alatt gumiszőnyeg, tehát a mai kornak megfelelő minőségben szeretnénk ezt létrehozni. Hátrébb pedig, ahol a Borostyán ház félig kész épületét látjuk, zárójel, egyébként ez is megújul a Vértesi Erdőgazdasággal történt szerződésünk következtében a következő 2 év alatt. Ott mellette egy labdajátékra alkalmas pályát építünk műanyag burkolással, aminek a méretét pedig úgy határoztuk meg, hogy bármikor egy ilyen úgynevezett sörsátrat rá lehessen állítani, tehát egyéb rendezvényekre is alkalmas teret tudjunk ott létrehozni. Mellette pedig a régi játszótér helyén egy kamaszok számára, tehát nagyobb gyerekek számára egy sokkal izgalmasabb, már nagyobb fiúk, lányok számára használható játszótér kerül kialakításra. Infrastruktúra megújítás is történik, hiszen út épül, felújul, közvilágítást újítunk meg, a földben lévő vezetékek teljes megújításra kerülnek, és folytatódik az a járdaszakasz építés, amit most a büfésor előtt már saját erőből megépítettünk, és egy csatornával a Deák Ferenc utca sarkáról végre egy 120-as csapadék csatornával össze tudjuk kötni a tavat, tehát a kertvárosnak ezen a részén lehulló óriási csapadék mennyiséget közvetlen a tóba tudjuk vezetni.
Ez van benne ebben a pályázatban, és ehhez kapcsolódik egy másik pályázat, illetve önerőként kell megvalósítanunk az építőparkja előtt lévő parkolót is, ami szomorúságomra azt fogja jelenteni, egyrészt gyönyörű lesz, megújul, de már előre szólnom kell, hogy lényegesen kevesebb autó fog elférni, mert abban a pillanatban rendet csinálunk, és szabályozott keretek között épül meg egy parkoló, sajnos kevesebb autó fér el. De ezért a régi temető alján egy puffer parkolót hozunk létre, egy zöld felületű parkolót, ahol nagy rendezvények esetén, vagy aki már itt nem fér el, oda is tud parkolni. A projekt befejezése a tervek alapján 2019-re várható. Az elmúlt időszak szeszélyes és már-már kiszámíthatatlan időjárása az utakat kezelő cégeknek is feladja a leckét. A Tatai Városgazda Kft. Munkatársai folyamatos készenlétben vannak, hiszen ónos eső vagy havazás esetén azonnal el kell kezdeni az utak sikosságmentesítését. Folyamatosan figyeljük az időjárást és az előrejelzéseket is, természetesen amint úgy alakul, indulunk. Megfelelő mennyiségű szóróanyag áll a rendelkezésünkre, és természetesen a sikosságmentesítési munkák is megszervezetten folynak. Természetesen van erre egy meghatározott intézkedési tervünk, abban le van írva, hogy melyek azok az utak, amik elsődlegesen arra szorulnak, hogy mi sikosságmentesítsük őket. Ezek javarészt a forgalmasabb utcarészek. A tegnap esti havazás miatt, mert tegnap este elkezdtük a város útjainak, utcáinak takarítását, hajnalban pedig a járdák, kerékpárutak gépi takarítását, a kézi takarítást pedig a buszmegállókban, járdák, közterületek, lépcsők. Hát a városnak a fő útjai és a városból kivezető utak, azok nem hozzánk tartoznak, minden egyéb más út pedig a mi takarításunkra szorulna. A közterületek sikosságmentesítése leginkább a társaság feladata, ezért a város lakóinak a saját háza előtt lévő járdaszakaszt a saját kötelessége lenne. Megkérjük a tatai lakosokat, hogyha lehetősége van rá, akkor a háza előtti járdaszakaszt takarítsa el. Újabb ötletes pályázatot írt ki a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár. A pályázatra bárki jelentkezhet, de elsősorban a fiatalokat szeretnék kicsit megmozgatni. Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából a költészet iránt érdeklődőket buzdítják arra, hogy egy aranyversről készítsenek rövid filmet okostelefonjuk segítségével. Bízunk a fiatalokban, és nem könnyű őket megszólítani, megfogni, éppen ezért a modern technika bevonása számunkra is nélkülözhetetlen, hiszen ez a jelen és ez a jövő. A könyvtár is készített egy mintavers kisfilmet, amely a Facebook oldalunkon, valamint az mzsvktata.hu honlapunkon megtekinthető, amelyben Petrozsényi Eszter színművésznő mondott el egy Arany János költeményt. A korhatár 0-tól 99 éves korig, tehát korhatártalanul bárki részt vehet ebben a pályázatban. A munkákat február 25-ig várjuk. Pendrive-on, e-mailben, bármilyen adathordozón, az ehhez kapcsolódó részletekről kérjük, hogy a honlapunkon tájékozódjanak. A lényeg, hogy méltó módon ünnepeljük meg Arany János születésének évfordulóját, tehát a kreatív, az ötletes helyszín és az elhangzott vers úgy kiegészítse, erősítse egymást. Egyébként a beérkezett munkákat közösen majd megnézzük március 1-én az úgynevezett születésnapi összejövetelen, amelyen a legjobb alkotókat, alkotásokat jutalomban is részesítjük. Nagyon sok vers szerető fiatal van, legalábbis amikor érkeznek hozzánk középiskolás csoportok vagy felső tagozatosok, akkor ők azért érdeklődnek az ilyen jellegű könyvek iránt, a költészet iránt is. És ha valakinek esetleg olyan módon segítségre van szüksége, hogy Arany János versek közül szeretne válogatni mindehhez, akkor Arany János köteteket is fel tudunk ajánlani, hogy azokban böngészenek. A versekről készült kisfilmek beküldési határideje február 25-e, délután 1 óra. A vidéki települések kulcsfontosságú szerepet töltöttek be az 1956-os forradalmi események sorában. Erről volt szó a Népfőiskola sorozatának legutóbbi alkalmán.
Szakolcai Attila történész szerint a fővárosi események mellett a forradalomnak sok fázisában meghatározó volt a vidék szerepe. Nagyon úgy tűnik, hogy az október 28-i fordulatot, amit ugye a forradalom győzelmeként szoktunk tárgyalni és tekinteni, ezt jelentős részben a vidéken elért események tették lehetővé. Régóta ismeretes az MTI-nek egy október 27-i jelentése, amiben az szerepel, hogy vidéken szerte forradalmi szervezetek vették át a hatalmat. Ezek a szervezetek nem fenyegetik úgymond a 45 után elért vívmányokat, tehát a földreform, államosítások és a többi. Viszont ezekkel a szervezetekkel együttműködve lehet konszolidálni az országot, helyre lehet állítani a rendet, ellenükre viszont csak az addigihoz képest is sokkal nagyobb fegyveres erővel. Tehát a kérdés úgy merült föl 27-én este, hogy totális háború az egész ország ellen, beláthatatlan következményekkel, vagy megpróbálni azt az utat követni, amit a vidék járt október 27-éig. A konkrét részlet pedig kicsit 56-nak a csodája, tehát, hogy a tragédiából is hogy tud előnyt kovácsolni a forradalom. A mosonmagyaróvári népítélet, ami megnyitotta a határt, nem úgy, hogy bejöhessenek a csendőrök és Horthy zsandárai, hanem megjelent egy teherautó, és közölték a határon, hogy Mosonmagyaróváron és Győrben elfogyott a vérkészítmény, és sürgő segítségre van szükség, és ez volt az, ami megnyitotta az addig innen is és onnan is szigorúan őrzött határt, és Magyarországot egy rövid pár napra mégiscsak bekapcsolta az európai vérkeringésbe. A mai előadásnak a témáját én megértem, ugye látszik már. Ezt én megértem, úgyhogy erről is sokat tudok, emlékszem rá, amikor itt Tatán is zajlottak az események, tehát én ezért járok ide, mert feleveleníti azt a múltat, amikor én még 18 éves voltam. A Népfőiskola 1956-os forradalommal foglalkozó sorozata természetesen a tanév végéig folytatódik. A vizes élőhelyek fontos szerepet játszanak a víz, mint éltető elem körforgásában, valamint a vízhez kötődő élőlények mozgásában. Ezért is fontos, hogy különös figyelmet fordítsunk a vizes élőhelyek megőrzésére. A vizes élőhelyek világnapján a Vizek városában szerveztek országos konferenciát. Tata az különösen jelentős, hiszen Tata a vizek városa, de nagyon sokat tesz a biodiverzitás védelmében, így lett például a biodiverzitás fővárosa 2011-ben, vagy az első magyar tájdíjnak az elnyerője is. Ez egy méltó helyszín ahhoz, hogy megemlékezzünk a világnapról. Hála Istennek itt van egy olyan kis sziget ebben a nagy globális tengerben, ahol a természetes vizek, vizes élőhelyek helyreállítása területén mind az önkormányzat, mind pedig azok a szakmai egyesületek, szövetségesek kormányzattal együtt működve, akik tehetnek, tesznek is érte. És az elmúlt években értünk el eredményeket, igaz, hogy 2,5 évtizedes előkészületek után, és ezt kell folytatni olyan irányba, hogy haszonvét lehetőségeket is megteremtsünk. Tehát ne csak beszéljünk a vizes élőhelyek helyreállításáról, hanem ott halasítsunk is. Azokat a tavakat, amelyeket rendbe teszünk, azok halbölcsőként működjenek, és minél nagyobb mértékben adjanak megélhetést az itteniek számára. Tata valóban egy olyan alkalmat tud adni, vagy olyan helyszínt tud adni egy ilyen konferenciának, ami a témához is abszolút szorosan illeszkedik, különösen most, amikor a túl sok víz, túl kevés víz lett a címe az idei konferenciának. Én azt kértem az államtitkár úrtól, megragadva ezt a szép alkalmat, hogy a 29 magyarországi ramsári egyezmény alatt a jegyzéken lévő magyarországi helyszín között ott van Tata is, de egyetlen olyan helyszín a tatai vizek, amely nem országosan védett terület, hanem csak helyi védelem alatt álló vizes élőhelyek. Ezt kértem az államtitkár úrtól, hogy most itt a szép alkalom, jó lenne, hogyha ebbe a sorba Tata is belekerülhetne, és Tata is országosan védett vizes élőhely lehetne. Egy másik szép dologra is talán alkalmunk nyílik, szeretne Tata pályázni a Ramsári Városok díjra, Ramsári Város díjra.
ezt a díjnak a pályázatát elkezdtük előkészíteni. Jó eséllyel, reménnyel mindenképpen indulunk ezen a megmérettetésen is, és én nagyon remélem, hogy 2017-ben is Tata városa egy szép díjat tud elnyerni. A Vizes Élőhelyek Világnapján a szakemberek előadásokkal próbálták felhívni a figyelmet az aktuális problémákra. A vizes élőhelyeknek a száma a Földön rendkívüli mértékben megfogyatkozott. Magyarországon is sajnálatos módon ez a helyzet, és amik megvannak, és nagyon szépen megőrződtek, azokra nagyon-nagyon ügyelni kell. Az igazi aktualitás Tata számára az adta, hogy a Ramsári Egyezmény részes feleinek a legutóbbi konferenciáján eldőlt, hogy lesz úgynevezett Ramsári város cím. Ezt azok a városok érdemelhetik ki a világon, amelyek sokat tettek a vizes élőhelyeknek a megőrzéséért, fejlesztéséért, és Tata Magyarországon egy emblematikus város ebből a szempontból, és ezzel is a bizottságunk súlyt akart adni ennek a kezdeményezésnek, hogy hát ha Tata lenne az első magyar város, és mondjuk nemzetközi szinten is az elsők egyike, aki ezt a kitüntető címet el tudná nyerni. Sajnálatos módon azt kell, hogy mondjam, hogy világviszonylatban is, de Magyarországon különösen nagyon-nagyon kevés figyelem fordul a vizes élőhelyek felé. Ugye mindig a víznek csak általában a kártételéről, vagy a hiányáról hallunk. Tehát ugye vagy a komoly áradásokról, akkor kerül a központba, vagy amikor nagy aszály van, tehát amikor nincs. Azonban Magyarországnak tudni kell, hogy a területének, az ország területének, hogyha történelmi távlatban nézzük, akkor körülbelül a 30-35%-a vizes élőhely volt. Na most tulajdonképpen ma is ez, csak ezekről a vizeket mindig elvezetjük, és nagyon-nagyon sokat kellene tenni azért, hogy ezeket a vizeket megpróbáljuk itt tartani, mert egy kicsit tévedés az, amit szoktunk mondani, hogy mi egy vizekben gazdag ország vagyunk. Gazdag ország vagyunk, csak ezek a vizek keresztül folynak az országon. Nagyon jó lenne, hogyha ezekből minél többet itt tudnánk tartani, és az országnak a klímaváltozásból adódó problémáit például a vízügyi ágazattal együttműködve sikeresebben meg tudnánk oldani. Eötvös József életét és munkásságát a gimnázium 11. B osztálya foglalta össze egy rövid műsor keretében az idei Eötvös napon. Az Arany János programban tanuló osztály tagjai nagyon sokat készültek, hogy hiteles és méltó módon emlékezzenek meg az iskola névadójáról. Ez a mai műsor egy 2 hónapos munka eredménye. Először is előző években eljátszott színdarabokat és verseket összeválogattunk a magyar tanárok segítségével, és ugye kiosztottuk a szerepeket, és elkezdtük tanulni. Majd később kitaláltuk a koreográfiát, ugye a felállást és a táncot, és hát sokszor próbáltunk. Sokkal jobban utána néztünk ugye Eötvös életének, múltjának és az irodalmi részét is ugye sokkal jobban áttanulmányoztuk, és érdekes volt megismerni, hogy milyen kapcsolatot ápolt a fiával és a saját apjával, hogy ki állt a magyarokért és ugye a saját nemzetéért. Hát szerintem ez egy nagyon fontos dolog, mert ugye ez a dolog, amit ő végrehajtott, ez a közoktatásban is, és mindenben nagyon fontos az iskola szerepében is, és ugye ő az iskola névadója, tehát fontos tudni róla. Az intézményben nagy hangsúlyt fektetünk a hagyományápolásra. Az egyik legfontosabb ilyen ünnep, amit évről évre megrendezünk, az az iskolánk névadójához kapcsolódó megemlékezés. Eötvös József halálának évfordulóján ünnepi műsorral emlékezünk a költőre, az oktatáspolitikusra, az emberre. És ezen a napon egy diákoknak szánt tudományos előadássorozatot, játékos vetélkedőkkel tarkított programot szervezünk, ahol minden osztály a nap folyamán ezeken a programokon részt vesz, és játékos formában vagy előadások formájában tovább gyarapítják tudásukat.
A 11. B-osztály az egyik Arany Jánosos programban tanuló osztályunk felelt a műsorért. Nagyon szép megemlékező műsort tartottak. Utána hagyományosan tantárgyi házi versenyek eredményhirdetése zajlott, és 9:30-tól kezdődött sok-sok helyszínen a közel 700 diákunkat megmozgató programsorozat. A programok között csillagászati előadás, mozgóplanetárium, volt ötvös diákok előadása, természettudományos, vetélkedő, humán, kvíz, rejtvényszoba, és sok-sok program várta a diákokat. Az Eötvös József Gimnázium ötvös napi programjai méltán népszerűek a diákok körében, hiszen ilyenkor az érdekességek kerülnek előtérbe. Interaktív előadások, jó hangulatú vetélkedők és persze sportprogramok biztosították az idei ötvös nap sokszínűségét. Sok program van, és igazából közös megjegyzés alapján dönti az osztály, hogy melyikre akarunk menni, de mindegyik olyan, hogy mindenki jól érti magát, és annak ellenére, hogy nem egy átlagos tanítás, hanem mindenki tanul valami újat. Eddig én 2 vetélkedőn voltam programon, egy ugye humánoson, meg egy természettudományoson. Igazából inkább reálbeállítottsága vagyok, úgyhogy a természettudományos tetszett jobban. A humánosnál szerintem elég sok súrolta a tananyagnak a témáit, a TT-snél már kevésbé. Ott inkább érdekességek, meg hogy ilyen évmadara, évállata, ilyesmik, amik inkább ki szabad időben érdekel, és utána olvas, inkább olyanok tudták azokat. Humán kvízre kereszteltük ezt a programot. Irodalmi, zenei, művészeti és filmes kérdéseket gyűjtöttünk össze. Leginkább olyat, ami nem feltétlenül az iskolai tananyagnak a része, hanem amit úgy gondolunk, hogy az általános műveltségnek a része. Próbáltuk úgy megfogalmazni, hogy érdekesek legyenek, szívesen hallgassák azok is, akik nem indítottak csapatot, hanem csak közösségként részt vettek a programon. Lehetett rajtuk látni, hogy tényleg küzdenek, lehetett látni azt, hogy gondolkodnak, tanakodnak. Jó, egy tanárnak nagyon jó látni, amikor ténylegesen látszik, hogy kattog a kerék az agyukba, és nagyon-nagyon jó volt ez, én azt gondolom. Nem a szokott keretek között, de rengeteg információval találkoznak. Természettudományos területen, művészeti területen, akár még a sportélményeket is, ugye a házi bajnokságnak a döntője mozzajlik, tehát ez mindenféleképpen óriási közösségépítő szerepű. Az ötvös napon hagyomány, hogy az iskola régi tanulói jönnek előadásokat tartani, de általában egy-egy ismert arc is színesíti a program kínálatot. Az idei évben az ökölvívó Kovács Kokó István volt a vendég. A legutóbbi testületi ülésen napirendre tűzték a visszatérő forrásokat is, amik egyrészről áldást jelentenek Tatának, másfelől viszont a természeti jelenség komoly feladatok elé állítja az önkormányzatot, hiszen több helyen okoz problémát a feltörő víz. Ezek megoldására szakemberek bevonásával komplex programot dolgoz ki a város. A közút számára újraírtam levelet és a minisztériumot, államtitkár urat kértem, hogy a lehető leggyorsabban, hathatósan segítsenek abban, hogy a május 1 úton végre megoldódjon ez az áldatlan állapot. Egy nagyon komoly beavatkozásra van ott szükség, tehát időbe fog még telni, kérem a türelmét mindenkinek. A várnál látták a kivezetéseket, ezzel meg tudtuk óvni a vár területét attól, hogy szétmossa a forrás, közvetlen a tóba való bevezetéssel, vagy a várárokba való bevezetéssel. Megújult a fényesen a Grófitó katonai medence. Egy külön Viszmajor pályázatot adtunk be a Kismosópatak teljes hosszának a rehabilitációjára, mintegy 100 millió forintot kértünk erre a feladatra. Én nagyon remélem, hogy ezt is megkapjuk, és akkor azoknak a kert végeknek a vízmentesítését is talán ez a beavatkozás nagyban fogja segíteni. Előttünk van még a május 1 úti tömbök alatti további munka, ezen is dolgozunk, a további tervek készülnek, és a kormány által létrehozott bizottság, forrásbizottság, amely nem csak Tata forrásvizeit kezeli, hanem az országban több ponton van ilyen gond, nagy segítségünkre van. Én remélem, hogy onnan is most már konkrét pénzügyi forrást is a vízforrás mellé hamarosan kapni fogunk. Körülbelül a karsztvíz szintje olyan 138 balti feletti magasságnál mozog, ez plusz-minusz pár centi jelenleg, és körülbelül olyan 140
140 és félre várjuk a tetőzést, tehát ahonnan már vagy csak nagyon keveset, vagy egyáltalán nem fog emelkedni, tehát még benne van az a 2 méter az emelkedésben. Ezt az elkövetkezendő 2 éven belül valószínűsítjük. Ezeket nagyon sok mérés és tanulmány előzte meg, tehát ezt nem kútfőből mondom, hanem ezt többen vizsgálták már, akár a Magyar Földtan és Geofizika Intézet, illetve előtte helyi szakemberek is. Ez nem azt jelenti, hogy akkor elönt minket a víz, mert elég sok helyen elég nagy a víztartó réteg, sok helyen pedig folyamatosan figyeljük azt, hogy történik-e vizesedés, látjuk-e a karsztvíznek a jelenlétét. Ezeken a helyeken ugye ismerik a csapadékvíz csatorna hálózatot, hogy hova tudjuk elvezetni ezeket a vizeket, de a fő célunk az lenne, hogy egy elkülönített rendszerben a csapadékvíz csatornától elkülönítve külön elvezessük a forrásvizet, és akkor már ugye tudnánk hasznosítani is. Erre is vannak terveink, illetve közvetlen brüsszeli forrásra próbálunk pályázni innovatív megoldásokkal is, hogy a források vizét mind turisztikai, mind akár energetikai célból tudjuk hasznosítani. Szabó Szonya tagja volt a Szájjal és lábbal festők nemzetközi szervezetének, képeslapokon, naptárakban is láthatóak alkotásai. Nem csak Magyarországon, hanem Hollandiában, Prágában és Gerlingenben is kiállították képeit. Egyik kiállítása kapcsán a venezuelai nagykövet is meglátogatta. Szatán is számos kiállítása volt, melyek jó részét Bombit Zsuzsa szervezte. Az a hatalmas vidámság, életöröm, küzdeni akarás, ami olyan szépségeket hozott ki belőle, mint amelyeket itt láthatunk a falakon. És a zenét is nagyon imádta, a szép dalokat. Remélem, hogy a mostani megnyitón méltón fogunk rá emlékezni, hiszen olyan röpke, rövid élete volt, de a jeligéje, a mottója, hogy az élet szép, szeretni jó, árad belőle a szeretet és az életöröm. Mindig ez van bennem, hogy csak vidámnak láttam. Szabó Szonya fogalommal válik lassan Tatán, hiszen egy olyan művészről beszélünk, aki az élet nehézségeit, a gondjait, az adottságokat, a körülményeket, mindent úgy tudott folyamatosan átfaragni az élete során, hogy abból mindig valamilyen módon pozitívan jött ki, és mindig valami szép dolog született belőle. Nagy-nagy tisztelettel vagyunk Szonya szülei iránt is, Helga iránt, édesapja iránt, és természetesen mindenki iránt, aki Szabó Szonyát, de minden más olyan nehéz helyzetben lévő honfitársunkat itt Tatán segíti, pártolja, támogatja, akik az élettől valami olyan plusz terhet kaptak, amelyet egyedül képtelenek elhordozni. Talán éppen azért is van ilyen az életünkben, hogy a közösség összetartó erejét, az egymás segítését még jobban legyen lehetőségünk gyakorolni, és még jobban fölhívja a figyelmet arra, hogy a közösségben van csak az erő ilyenkor, az összefogásban, az egymás segítésében. Szabó Szonya 2013-ban megnyerte a Komárom-Esztergom megyei prímadíj közönség szavazását, amelyet ő maga át is vehetett a gálán. Élete és munkája példa lehet mindenki számára. Meglepett arcok kísérték figyelemmel a latin nyelven felolvasott ige szakaszt a református gimnázium ma reggeli áhítatán. A szokatlan kezdéssel azt szerették volna bemutatni, hogy a középkori egyházak a reformációt megelőző időkben olyan nyelven szóltak a hívekhez, amit nem értettek meg. 2017-ben a református egyház jubileumi évet hirdetett arra emlékezve, hogy Luther Márton 500 évvel ezelőtt függesztette ki 95 pontját a wittenbergi vártemplom kapujára. Az emlékév hivatalos nyitónapján a Tatai Gimnáziumban is a reformációra emlékeztek.
Ma van január 31-e, és ezzel igazából mi megkezdtük a reformáció 500. jubileumi évét, és a ma reggeli áhítatunk is ennek a fényébe zajlott. Emlékező műsorunknak a központi témája a Biblia fordítása volt, a Biblia fontosságát próbáltuk kiemelni, illetve visszatekinteni erre az 500 évre. A műsor elején latinul beszéltünk, ami abban az időben, ahol a reformáció történt a 16. században, nem megszokott volt, hiszen nem hallták saját anyanyelvükön, és nem olvashatták a Bibliát a saját anyanyelvükön az emberek. Évezredenként egyszer van ilyen alkalom, hogy 500 éves a reformáció, 500 éves évfordulót ünneplünk. Megpróbáltunk a reggeli áhítat keretében látott műsorral is erre készülni. Ma egy nagyobb rendezvény is van délután Debrecenben, egy országos emlékév megnyitás. Mi a magunk szerény módján csatlakoztunk ehhez. Ahány gyermek annyiféleképpen érti, érzi, és ahány felnőtt mi is annyiféleképpen értjük és érezzük. Nagyon különböző családi háttérből érkeznek a gyermekek, értem ezt, úgyhogy egy házi kötődés szempontjából különböző családi háttérből. Vannak olyan gyermekek is, akiknek napi rendszerességű otthon a bibliaolvasás. Vannak olyan gyermekek is, akik itt találkoztak először a vallással, a hit kérdésével. Ezt a viszonylag széles spektrumot próbáljuk kollégáimmal szépen szeliden valahogy egy egységes rendszerre összeállítani. Különleges természeti adottságainak, vagyis a forrásokból feltörő enyhén szénsavas 20-22 Celsius fokos víznek köszönhetően egész évben szezonon kívül is szemedgyönyörködtető látványt nyújt a fényes tanösvény. A 18 állomásos ökoturisztikai útvonal egyedülálló módon mutatja be a fürdő területének természeti kincseit. A forrásvidéken kiépített pallórendszer segítségével szárazlábbal tekinthetik meg a jégmadarak és nutriák lakóhelyét, és csodálhatják meg a feltörő forrásokat a látogatók. A tanösvény 2 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. Tatai fényes forrásvidék, ez egy annyira jellegzetes és izgalmas táj, természetvédelmi terület, hogy el lehet mondani, hogy ennek a tanösvénynek a létrejöttével ezrek ismerték meg úgy Tatát, hogy talán eddig még csak alig hallottak róla. Tehát ez egy olyan jelenség, egy olyan természeti jelenség, az itt feltörő források és az ennek nyomán kialakult élővilág, ami messze távolban élőket ösztönöz arra, hogy felkeljenek és eljöjjenek ide Tatára. És nekünk ez azért fontos, mert mi nem csak ezt akarjuk megmutatni, hanem sok egyéb más dolgot, de ez tényleg egy olyan dolog, amiben egyedülállóak vagyunk. Ennél fogva a látogatottság az véleményem szerint a tatai attrakciók között kiemelkedő, és azért ez egy kellemes, ugye az üzemeltető számára, hogy is mondjam, finanszírozási lehetőséget nyújt, amit megint csak arra fordítunk, hiszen azért a Városkapu ugye ez egy közhasznú zárt körű részvénytársaság, amiben az erre épülő programokat tudjuk fejleszteni. És 2 éves lesz a tanösvény, ez egy olyan esemény, amikor nem az ünnepeltet ajándékozzák meg, hanem azt, aki eljön az ünnepségre, és ennek folytán szeretnénk a tatajaknak a belépést féláron biztosítani, amihez sok-sok ingyenes programot, túravezetést, érdekes előadásokat szeretnénk biztosítani. A tatai ökoturisztikai tanösvény ideális célpont családosok és iskolai csoportok, valamint az aktív pihenés iránt érdeklődő turisták számára. A jubileumi rendezvényt február 5-én vasárnap rendezik a tanösvényen. A látogatóközpontban 9:30-tól Musisz László tart előadást a forrásvidék madárvilágáról, majd ezt követően óránként más-más szakember osztja meg gondolatait az érdeklődőkkel.